honnan van a rossz a világban, miért szenvednek az igazak, hogyha az ember tovább akarja vinni a kérdést, ha az Isten eredendően ezt jónak alkotta, jónak álmodta meg, jónak teremtette, akkor miért történnek velünk rossz dolgok, miért keveredik konkoly a búza közé, miért élnek minket nehezen feldolgozható, vagy feldolgozhatatlan élmények is. Maga a példabeszéd is magyarázatot ad rá. Hiszen, ha Isten, akiről tudjuk azt, hogy jó, nyilván nem tud csak jót adni számunkra, akkor egészen máshonnan kell, hogy belekerüljön az ocsó, egészen más rontja meg az Isten tökéletességről, szépségről, eredendő jóságról alkotott tervét és álmát. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt, és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem. Nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb, ez minden más magnál, mégis amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fogazasszony belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik, és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos és minden törvényszegőt. Ezek tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Úgy gondolom, testvérek, hogy a hagyományosan Péter Pállal vagy Sarlós Boldogasszonnyal megkezdődött aratás dandárját, sőt tulajdonképpen lassan már a végét
érjük, hiszen be kell látnunk, hogy ezek a történelmileg időjárási jósló napok lassan-lassan veszítik el már a jelentőségüket, sokszor egy-két héttel korábban megkezdődnek azok a munkák, amiket ide várnánk, így tulajdonképpen mostanság lassan már vége van az aratásnak, szinte már hálát kell, hogy adjunk. Pont most olvassuk a búzáról és a konkolyról szóló példabeszédet. Tulajdonképpen egy egész példabeszéd sorozat, az Isten országáról szóló példabeszéd sorozat bevezető részét, a konkolyról és a búzáról, a mustármagról, vagy a kovászról. Még ha rövidebb verziót olvassa is az ember, akkor is a búza és a konkoly kap benne hangsúlyos szerepet, az első példázatot olvassuk akkor is fel. Egy olyan problémát feszegetnek a kérdések, amikkel nyilván manapság mi is sokat találkozunk. A honnan van a rossz a világban? Miért szenvednek az igazak, hogyha az ember tovább akarja vinni a kérdést, ha az Isten eredendően ezt jónak alkotta, jónak álmodta meg, jónak teremtette, akkor miért történnek velünk rossz dolgok? Miért keveredik konkoly a búza közé? Miért élnek minket nehezen feldolgozható, vagy feldolgozhatatlan élmények is? Maga a példabeszéd is magyarázatot ad rá, hiszen ha Isten, akiről tudjuk azt, hogy jó, nyilván nem tud csak jót adni számunkra, akkor egészen máshonnan kell, hogy belekerüljön az ocsú, egészen más rontja meg az Isten tökéletességről, szépségről, eredendő jóságról alkotott tervét és álmát. Nyilván nem az Isten tehet arról, ha szenvedünk. Nem az Isten tehet arról, ha rossz élmények élnek minket, de az Isten az, aki megígéri, hogy ezeknek türelmes elhordozása azért el fog vezetni majd ahhoz a megoldáshoz, ami egyedül ő benne van elrejtve. Jézus nem véletlen beszél példabeszédekben. Ha akár Pál leveleire tekintünk, összehasonlítjuk egy-egy krisztusi példabeszéddel, akkor jól látja az ember, hogy egészen más logikát követ a kettő. Pál a pogányok apostolaként, sokszor inkább a görög bölcselőkhöz hasonló, sokszor nyakat ekert mondatokban logikai érveléssel próbál megvilágítani, bizonyítási eljárásokkal körüljárni dolgokat. Krisztus nem véletlen marad a példázatoknál. Mi is milyen gyakran operálunk a mint szócskával. Mert könnyebb valamit valamihez hasonlítani, mint annak a lényegét csupán teoretikus módszerekkel megmagyarázni. És az Úr a legegyszerűbb dolgokhoz nyúl. A mindennapos életből vett példákhoz, ahhoz, amit a korabeli hallgatóság jól ismer, ami a mindennapjaik részét képezi, a megélhetésért folytatott harc egyik alapvető terepe, a szántóföld, és járkálhatunk rajta John Deere-kkel, vagy ökörbontatású ekével, de tulajdonképpen a munka pontosan ugyanarról szól. Az eszközök változnak, az adottságok és az elvárások nem annyira, talán sokszorozódnak egy kicsit a hozam tekintetében, néha már a kizsákmányolás felé elsodródva, de alapvetően nem változnak. Az életet, az életben maradást reméljük tőle, így nyilván ezek a nagyon is izzadságszagú képek. Az asszonyok mindennapi életéből a kovász példázata egyáltalán nem idegenek, korabeli hallgatóságtól segítik a könnyebb megértést. Érdekes, hogy az Úr soha nem fogalmazza meg, hogy mi az a mennyek országa.
gyakran beszél róla. Most az egész nyáron átívelő példabeszéd sorozatban az evangéliumokban végig a mennyek országáról fogunk hallani. De nem mondja meg, nem definiálja, nem kapunk kész meghatározást arra, hogy a mennyek országa mi. Hogy az a Málkút Jahve, hogy az az Isten uralma, az egészen pontosan mit is jelent. Csak mindeket kapunk. Már itt a legelején is egy olyan mintet, ami a mustármag példázatában rá is mutat annak a csekélységére, annak a kicsinségére, annak a súlytalan jelentéktelen mindennapi voltára, de közben benne foglaltatik. Akár a búza és a konkoly, akár a kovász kapcsán az a félelmetes, az a döbbenetes erő, ami a növekedést adja, ami végső soron magát, a nagybetűs életet jelenti. És nyilván akkor, amikor az Isten országáról gondolkodunk, mást nem is várhatunk. Csupán ezt, ennek az életnek az egészséges, ennek a teljes életnek a voltát.